Jó estét kívánok! Pécs legősibb városrésze a Tettye, Havihegy területe. Azt hiszem mindannyiunk számára fontos, hogy ennek a területnek értékeit mind tájvédelmi és természetvédelmi szempontból, mind városépítészeti szempontból megőrizzük. Pécs megyei jogúváros önkormányzatának képviselőtestülete október 2-ai ülésén elfogadta a Tettye-Havihegy részletes rendezési tervprogramját. Szeretettel köszöntöm a stúdióban a részletes rendezési tervprogram készítőjét, Zambó Teréziát, valamint Zalai Budát, a városfejlesztési és üzemeltetési iroda vezetőjét. Ez az igény hívta, gondolom, életre valóban ezt a rendezési tervet. Igen, hát azt hiszem, hogy azt ott kell kezdeni, hogy hát minden városlakó, és különösen a Tüke, az igazán tudja, hogy a Mecsekolda a város számára egy olyan rendkívüli adottság, olyan kiemelt fontosságú tényező, amit hát megkülönböztetett figyelemmel kell kezelni. Ezen belül is azt hiszem, hogyha a Tettyére koncentráljuk a figyelmünket, akkor azt hiszem, hogy kétfajta feladat az, ami előttünk áll, és ezt nagyon tömören úgy lehet összefoglalni, hogy egyrészt konzerválni kell a körülményeket, tehát magyarul az értékeket meg kell őrizni, de emellett egy ehhez képest nem könnyű feladatra is vállalkozni kell a részletes terv készítésénél, miszerint hát újat, illetve egy korszerű városrészt is kell produkálni ebből a területből. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sajátos feladat, amelyikben alapvetően város ökológiai szempontoknak kell elsősorban érvényesülniük, hiszen ez a szubmediterrán klímánknak is egy kis ékszere, ez a Tettye-völgy és Havihegy környéke. Itt végső soron a történelmi visszatekintésen túlmenően azt mondhatjuk, hogy történtek komoly bűnök, megszűnt valamennyire a levegőző csatorna, lehetetlen beépítések történtek, de még mindig nem késő, hogy mentsünk a helyzeten, és éppen ezért a Városfejlesztési Iroda sokfajta előkészítő munkával próbálta ezt a részletes rendezési tervet megalapozni. Ilyen volt például a tájérzékenységi vizsgálat, ami elkészült, nagyon pregnánsan mutatja azt, hogy a város hogy kúszott föl a hegyre, melyik időszakban, milyen mértékben települt be a hegyoldal. És erre hát, van is egy képünk, illetve egy olyan térkép, amin ez nagyon jól látható. Igen, megpróbálom ezt mutatni a kamerának. Ebben látszik az, hogy középkorban a város végül is a völgyben feküdt, egy picit benyúlott a Tettye völgybe. Aztán vannak itt évszámok, 1840, 1870, de hát ezekről aztán már nem annyira érdemes beszélni. Sokkal inkább érdekes az, hogy 1973-ig ez a narancsszínű vonal, ez épült be, tehát ennyire felkuszott a város a Mecsek oldalba. És hogyha a sárgát nézzük, ez már a napjaink bűne, mert ez a 95-ös állapot, ami még azt jelenti, hogy még mindig tornázza föl magát a város a hegyoldalba, és hát most aztán úgy tűnik, hogy ennek véget kell vetni. Ezek a szempontok, amikről beszélt, amiket említett, hogyan tükröződnek a részletes rendezési tervprogramban? Először talán azt szeretném megvilágítani, hogy mi is a részletes rendezési terv feladata és a szerepe. A részletes rendezési terv lényegében egy eszköz lesz, amikor elkészül az önkormányzat kezébe. Egy olyan eszköz, aminek a segítségével az önkormányzat irányítani tudja, szabályozni tudja a konkrét városrész sorsát, jövőjét, átépülését. Ahhoz, hogy ez egy igazán hasznos és kiváló eszköz legyen, ahhoz a tervezőknek meg kell határozni először is egy képet, egy jövőképet. Na most általában ezeket a rendezési terveket 5 évre készítjük, ezt fontos hangsúlyozni, különösen nap, mint ma napjainkban, napról napra változó világunkban. 5 évenként általában a rendezési terveket felül kell bírálni, és az alapgondolatokat újra gondolni. Ebben a jövőképnek az eléréséhez vezető út tulajdonképpen a rendezési terv kijelöli a feladatokat.
Na, mielőtt részletesen is belemerülnénk abba, hogy milyen is lesz a Tettye arculata, ha elkészül ez a valódi rendezési terv, és megvalósulnak a benne előírtak, nézzünk meg közösen egy kis filmet, amit a Tettyén készítettünk, s melyben szakértők nyilatkoznak arról, hogy a Tettyének jelenleg milyen értékei vannak, amit mindenképp meg kell őriznünk. A város tulajdonképpen a Tettye forrás környékén született, hiszen ez egy esős időben egy 15-20 ezer köbméter per nap vizet adó forrás volt, vagyis ez egy kis folyó volt a Tettye völgyébe lefelé. Amikor itt még emberek nem éltek, akkor ez egy csodálatos természeti környezet volt, és hát végül is ez a Tettye völgy adta a város magját, az emberek itt telepedtek meg a víz miatt. Itt, ide tartozik a több mint lassan 300 éves bőr- és malomipar, ugye, ami emellett települt, és a város hát e köré aztán kiépült. Tettyén többféle sziklahajlatot látunk. Ha a távoliban elnézünk, ott hátulod egy triász mészkő, durván 200-210 millió éves. A közelebbi, amit a környezetünkben is, amin állunk, az durván 12-14 millió éves. A miocén szarmat a tengerünknek a képződménye. Mit kell tudni erről a kőzetről? A kőzetről azt kell érdekességnek tudni, hogy ez a kőzet egyrészt építőkő volt a városnak, másrészt pedig a kőzetben vannak agyagos sávok, az pedig korábban bányászkodták az itteniek a Tettyének az oldalában, és nagyon sok régi bányahely van. Geológiai szempontból mennyire értékes ez a terület? Az egész Tettyevölgyet nézem, akkor azt kell mondani, hogy 1 milliárd évtől elkezdve napjainkig lehet végigkövetni a kőzeteknek a keletkezését, de nagyobb szünetekkel természetesen. Meg tudtuk őrizni mi ezt az évszázadok folyamán? Így nézett ki mindig a Tettye? Nem így nézett ki a Tettye. A Tettyét az utóbbi 2000 évben az ember formálta ilyenné. De volt előnye és hátránya. Előnye mindig az volt, hogy a város a Tettyéből tudott építkezni, és onnan nyerte ivóvízének egy részét. A hátránya pedig az, hogy most már igencsak beépül a Tettye, és elveszt ezeket a természeti értékeket. A belterület telepedésre kerülnek. Szeretnénk, sokan szeretnénk elérni azt, hogy Pécs városának ez a része és a kapcsolódó részei a világörökség részeként bekerülhetne ebbe a nagy kalapba, ami a világörökséget jelenti, és ez természetesen ennek a megőrzése szükséges. A Tettyére készült egy általános rendezési terv, meg sok oldalú szakmai vitája volt, ezt a tervet én jónak tartom. A véleményem ebben a kérdésben nyilván csak egy. Sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy ez jó ez a terv. Erre a területre készült, most már nagyon erősen a végállapotban van, ugye egy természetvédelmi rendszer, és ez a kettő együtt tudná azt elérni, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy ez a környezet, a művi is, amiről a rendezési terv szól, a természeti környezet is, ami hát Isten adottan itt van évmilliók óta, ez is benne legyen. Tehát ez így együtt, ez biztosan tudná szolgálni ennek a megőrzését, ha ez ereje a város illetékes hatóságainak ezt betartatni, mert törvényről van szó, ugye előbb-utóbb egy rendezési terv az törvény. Na most, hogyha erre képes lesz a város ezt betartatni, akkor nem nagyon félnék a dologtól. Akkor ez a folyamat, ez tud előre menni. De sajnos mind több helyen azt látjuk, hogy ez nincs betartva. Tehát eltér a törvénytől az, ami történik. És ez nem szolgálja azt a célt, amiről mi beszélünk. Most én úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy az új építési stílus, amelyik a városban nagyon sok helyen látható, az a fajta dühött építési kedv, ami nagyon sok helyen látható a városban, amelyik tulajdonképpen vagy egyéni, vagy nagyon szűk csoportérdekeket szolgál, és nem szolgálja, nincs egyeztetve a társadalmi érdekkel, ha ez a tendencia eluralkodik, akkor amiről mi beszélünk, ez csak álom marad. A gond az, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy mit ér ez a városrész. Tehát egyszer van egy alulértéklése a városrésznek, vagy nem is biztos, hogy tudják az emberek, hogy mit ér. Az, hogy itt született a város, ki tudja. Azt, hogy tulajdonképpen nagyon híres világvárosok abból megélnek, hogy van egy idézőjelbe tett Tettyéjük, mondjuk Párizsnak egy Montmartre-ja, vagy egy Athénak egy plakája. Ebből ragyogóan megél, és ugyanilyen kis, pici kis épületecskék, házacskák vannak.
Hogyha ön elkezd arról álmodni, hogy milyen lesz a Tettye, vagy milyennek szeretné látni, akkor milyennek képzeli el? Hát ez egy nehéz kérdés, mert hát ha arra gondolok, hogy mi a sármja, akkor én azt mondom, hogy ezt a sármat meg kell őrizni. Na most minden előjel arra mutat, hogy nem erről van szó. Tehát az új gazdagság kezdenek szűkülni Pécsett a telekszerzési lehetőségek, és legázolják ezeket a kicsi léptékű épületeket, és marhaságokat építenek helyében. Én azt szeretném, és hát nekem a szívem csücske a Tettye, hiszen én is itt lakom, hogy valóban ez egy ilyen, olyan momát legyen, ami a mi arculatunkat képes képviselni mondjuk az ide látogató számára. A mostani helyzet itt a Tettyén helyrehozhatatlan? Nem. Hát hogyha most elkezdenénk, nem. Tehát hál' Istennek. Szóval tulajdonképpen a szegénység az egy óriási konzerváló erő. Tehát a szegénység az megőriz. Tehát lehetetlenné tette, ettől az egy-két negatív példától eltekintve, a rombolást. Hisz a szegény embernek nincs arra pénze, hogy ő hülyeségeket építsen, ő mindig csak a valóságnak megfelelő és az ő céljait minimálisan kiszolgáló létesítményeket hozott létre, és a szegénység mindig talentum is. A szegénység olyan csodákra képes, amelyek itt is érezhetők, hogy itt a hátunk mögött, ebben a kis utcában kis virágos kertet csináltak az emberek. Hát hol csinálnak virágos kertet az emberek? Tehát nem helyrehozhatatlan az intézkedésnek a késlekedése, ami helyrehozhatatlan. Azt hiszem, rengeteg kérdést vetett föl ez a néhány perces bejátszás, és korán sem tudunk mindegyikre válaszolni, elsősorban az idő rövidsége miatt. Csak nagyon röviden egy-egy mondatban. Építési stílusról volt szó. Mi az, ami illik a Tettyéhez? Milyen színű házakat, milyen formájú házakat képzel el a tervező? Én azt gondolom, hogy a rendezési tervben nem a házak színét kell nekünk meghatározni, holott az is nagyon fontos. Ahhoz, hogy egyáltalán át tudjuk érezni úgy, mint ahogy a riportokban a riportalanyok kollégáink ezt elmondták, ahhoz nekünk is mélyen bele kellett ásni magunkat a Tettye múltjába, és valahogy mi is ezt érezzük, hogy mi az, amit meg kell őrizni. Az őrzés az nem azt jelenti, hogy itt most az avult házakat konzerválni akarjuk, hogy ezeket nem lehet lebontani, itt az újaknak a hogyansága a kérdés. De nem is a házakra kell először is odafigyelni. A rendezési tervben először is a szerkezetre kell odafigyelni, a szerkezetet kellene megőrizni. Az utolsó kép a Bachmann Zoltánnak a nyilatkozata alatt pont a Barátúr utca volt. Hát pontosan ez volt az az utca, amit a 60-as években a rendezési tervek leszanáltak, azért, mert itt egy utat terveztek, és ez az az utca, ami tulajdonképpen barlang, a lakásokra épült utca, az egyik legszebb utcája. Szerencsére ez megmaradt. Most félbe kell szakítanom, mert még néhány kérdést muszáj feltennem, és mindjárt vége a műsornak. Fontos kérdés, hogy természetvédelmi területté mikor nyilvánítják végre a Tettye környékét, hiszen nagyon sok probléma volt ebből. Örömmel mondhatom, hogy ez a folyamat ez a vége felé közeledik, illetve közgyűlési előterjesztés előtt áll. Bár azt is el kell mondjam az igazság kedvéért, hogy sajnos a lakossági fórumunk nem aratott valami nagy tetszést. Egy kicsit érthető, de valamennyire érthetetlen is, hogy a lakosság, akik itt laknak, azok hát korlátozva érzik magukat, és hát érthető módon a helyzetükből fakadóan ezt a nagy közösségi érdeket nem igazán érzik át. A Tettyén sok helyen, még a sziklák között is találunk olyan magánterületeket, ami szöges dróttal, kerítéssel van elválasztva, és földfeltöltések vannak. Pont ilyet látunk most a képen is. Ezt lehet szabad? Hát igazából ez se lehet, de ezt igen nehéz kivédeni addig, amíg a védettség törvényerőn lép. Úgyhogy a hatóságnak igencsak nehéz dolga van evel az egy-két renitenskedővel, aki igencsak beavatkozott a tájba, és hát meg kell mondjam, hogy nem igazán kedvünkre valóan átalakította a morfológiáját
annak a gyönyörű, szép keleti hegyoldalnak. Ugyanilyen a Szőlő utcai építkezés, amiről sokat beszéltünk, amikor elindult, mindjárt látjuk a képen, hogy le kellene állítani, aztán mégis az építkezés folyik, most is földmunkagépek dolgoznak. Mikor lehet leállítani majd az ilyen dolgokat? Hát hála Istennek azt mondhatom, hogy már leállt. Ezek még a szabályozatlanságból, illetve korábbi rendeleteket, lehetőségeit használták ki. Most végül is, ha tetszett hivatkozni a program elfogadást, amit a közgyűlés elfogadott, ezt a folyamatot megállította, hála Istennek. Mikor készül el maga a rendezési terv, hiszen az, ami eddig elkészült, az csak program? Hát a tervező ígérete szerint és a szerződés szerint december 31-ig minden reményünk megvan, hogy egy nagyon igényes, szép rendezési terv áll majd rendelkezésünkre. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kedves nézőink, Önök a Tettye Havihegy részletes rendezési terv programjának kérdéseiről hallhattak, láthattak stúdióbeszélgetést. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!